működött a bánya területén. Ez annyit jelent, hogy az alsóbb szintekről erre az első szintre, ahol most elhelyezkedünk, felhúzták a kitermelt kősöt, és innen a folyosón vitték el a Danilovi csaknába, ahonnan is a lójárgányok felhúzták a felszínre. A 19. századtól ez az akna már nem működik, mert itt megszűnt a kősónak a kitermelése ezen a helyen, hanem a bányának a szellőztetési rendszerét oldja meg. Ezen kívül ventilátorok is fel vannak szerelve a bánya egész területén, valamint 2002 óta klímaberendezés is működik, ami lehetővé teszi azt, hogy a bányában egész évben 14-16 fok a hőmérséklet. Mehetünk tovább.